Az első fél időben jól játszott csapatunk, négy nagy gólhelyzetet alakítottunk ki, amelyen megnyerhettük volna a mérkőzést, de ezek rendre kimaradtak, és a futball büntetett, mert az ellenfél két kapura lövéséből szerzett két gólt. A második félidejű játékuk alapján nem érdemtelenül nyerték meg a mérkőzést. Minden csapat életében van ilyen mérkőzés. Fontos, hogy ebből tanulva gyorsan túl tudjunk lépni ezen a mérkőzésen, és a vasárnapi hazai pályán a videót ellen ki kell javítanunk a hibánkat, és meg kell szereznünk a három pontot.